szombatot! Kisbíró dobolta ki a szombati szüreti felvonulás kezdetét. A Béla királytérről minden korábbinál többen, nagyjából 2000-en indultak útnak, hogy részt vegyenek a hétvégi programsorozat leglátványosabb eseményén. Gólyalábasok kereplőkkel, lovas huszárok és karikás ostor csattogtató betyárok. Mögöttük a borrendi tagok, a városvezetői, hagyományőrzők és rengeteg civil, iskolás, óvodás csoport. Ez a kislány egyenlőt, 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 nála van a keskenő, 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 én azt vissza nem adom, világesi angyalom. Szekszárdon régóta hagyomány, hogy a szervezők a környező és távolabbi települések hagyományőrző csoportjait is meghívják, hogy viseletben táncolva együtt vonuljanak fel. Mi Hölgyészről érkeztünk, és a Hölgyészi Székelykörnek vagyunk a két táncsoportja, a nagyobbak a bokrétások, a kisebbek pedig a kisbokrétások, és bukovinai székelyek tánckultúráját ápoljuk, őrizzük és visszük tovább. A meghívott hagyományőrző csoportok közül többen különösen nagy megtiszteltetésként élik meg, hogy részt vehetnek a szekszárdi szüreti felvonuláson. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk újra a szekszárdi szüreti napon. 36 jeleztünk, de 42-en vagyunk, és azért ez azt jelenti, hogy egy együttes életébe, hogy bejutni a szekszárdi szüreti napra, ez valahol egy bizonyos fokú rang, és bízom benne, hogy tetszeni fog. Szekszárd alpolgármestere a felvonulás kezdete előtt azt mondta. Nagyon örülünk annak, hogy kegyeibe fogadott az idejében bennünket az időjárás. Kellemes időjárási körülmények között valóban perceken belül indul a felvonulás. Ahányan vagyunk, meg ahány helyről jöttünk össze, nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy nagyon színvonalas felvonulás tud megoldódni, és az előző évek színvonala az idei évben is vissza tud köszönni. Ezek a felvételek már a Béla királytéren készültek. A város legnagyobb rendezvényére minden évben rengetegen kíváncsiak. Szerintem a szüreti felvonulás az mindig egy égköve ennek a rendezvénynek, amellett pedig hát a jobbnál jobb koncertek. A környéken lakok, és nagyon szeretem ezt a fesztivált, mert szerintem nagyon színes és vidám, és nekem ez kell, mert különben nem tudok élni. Én nekem kell ez a pesgés. A Béla király téren 15 pavilonban 28 szekszárdi borvidéki, 2 tolnai pincészet, 2 pálinkaház és 5 étterem várta a vendégeket. Muslincások miatt jöttem, én Budapestről érkeztem. Ez az első szekszárdi borfesztivál, ami részt veszek, és nagyon tetszik. A nagy színpadon összesen 39 színpadi és színpad környéki program zajlott. Megválasztották a szürettáncos párját, a Bartina Néptánc Egyesület ifjúsági együttesének 2 táncosát, a 17 éves Weber Zalánt és a 16 éves Bárci Rékát. Ők sárközi ugrósával és friss csárdásával varázsolta el a közönséget. Egy évig viselik a kitüntető címet. A programokat szervező Babics Mihály Kulturális Központ ügyvezetője azt mondta, öröm látni, hogy a szekszárdi szüreti napok összehozzák az embereket. Azt gondolom, hogy a városlakók és az idelátogatók számára is megállapítható, hogy ez a fesztivál, ez a 4 napos összművészeti kulturális esemény nagyon fontos a számunkra. Ez a szekszárdiak ünnepe, de a hazatérők, hazavágyók ünnepe is, a céges partnerek ünnepe, a régen látott barátok, régen látott családtagok hazatérésének az ünnepe, és én remélem, hogy az elmúlt 3-4 évtized, ami ezt felépítette, az nagyon sokáig ugyanezen a színvonalon és ugyanebben a jó hangulatban is megmaradhat. Az idei fesztiválnak ugyan vége lett, de a szervezők a hagyományokhoz hűen már a jövő évi programokon ötletelnek.